A kékmezes Haarrend Kozár Michelin labdarúgó csapata a sárga-feketében játszó Szekszárdi UFC gárdáját fogadta szombaton. Az MB3-as találkozó kezdőrúgását Paik Milán végezte el, aki a hónap játékosa lett szeptemberben az utánpótlás alsó szekcióban. A mérkőzés elején a szekszárdi térfélen folyt inkább a játék. A 10. percben aztán egy gyors vendég kontratámadás végén Fejes Péter 7 méterről a kapuba lőtt, és ezzel 1-0-ra vezetett a Szekszárd. A 21. percben pedig Németh Kristóf vezette rá Somogyi Mátéra a labdát, elhúzta mellette és megszerezte a vendégek második találatát. A szünet után újra változott a játék képe, és ismét a Szekszárd tér felén tartózkodtak inkább a csapatok. A félidő közepén benne volt a játékban a hazai gól, ráadásul Somogyi Máténak is volt 2 nagy védése, de maradt a 0-2-es végeredmény. Sajnos a játékosok mai napra úgy gondolták, hogy egy olyan Szekszárdra fogunk játszani, akik a tabellán elfoglalt helyük alapján egy gyöngébb csapat lesz. Én úgy gondolom, hogy nagyon sok ember úgy állt mai napban, hogy kiküldjük a cipőnket, és majd ő is nyerni fogunk. Erre az ellenfél rácáfolt, és nagyon nehezen tudtunk ebből váltani. Gyerekhibákat követtünk el, tehát előre megbeszélt dolgok abszolút nem az volt, amit elterveztünk, amit megbeszéltünk, sajnos ez ehhez vezetett. Ezzel a győzelmével a Szekszárdnak sikerült egyelőre elkerülnie a kieső zónát. A Kozár Michelin se hozta a legjobb játékát, tehát most játszottunk egy olyan mérkőzést, amiben jobbak voltunk, megérdemelten szereztük meg a 3 pontot, de azért tudni kell, hogy itt tavasszal, amilyen körülmények kialakultak az országban, itt mindenkit, akár személy szerint, mind a csapatokat is különböző módon visel meg, vagy se, tehát én úgy gondolom, hogy itt mindenki kapaszkodik a létéjé, ma jobbak voltunk, így sikerült. Október 18-án a Haarrend Kozár Michelin az SMTK-hoz utazik, a Szekszárdi UFC pedig a Ferencvárosi TC 2-es csapatát fogadja.